Ferencváros díszpolgára lett a Fradi olimpiai bajnok tornásza Magyar Zoltán. A 9. kerület Pro Urbe díját az FTC férfi futballcsapata kapta. Idén 12 év után nyert újabb bajnoki címével. Franzstadtban 2014-ben indult a 4 éves sportfejlesztési program. Bácskai János polgármesterrel beszélgetünk ezekről a témákról. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Polgármester úr, Magyar Zoltán díszpolgári címe, az hát ez már nagyon érett ez a kitüntető cím, nem? Ez így van, hát nagy a verseny a díjaknál Ferencvárosban. Zoli mondhatom így, mert elég régen ismerjük egymást, természetesen rászolgált jóval annak előtte, de itt az ideje, itt volt az ideje, hogy megkapjassa. Hát két olimpia, három világ, három Európa bajnokság, csak örökös tagja a Fradinak, hát vége sincs, vége hosszú. Hát igen, és hogy abszolút kötődik a kerülethez minden szempontból. Na most első csók iskola, ugye elmondta a díját, adom minden. Minden Ferencváros. Sok ilyen kellemesen nyomasztó adóssága van a kerületnek? Hát hogyne, hát ha csak a focistákat nézzük, elmegy az ember egy Fradi meccsre, és a Fradi család úgy fogadja tényleg, mint egy családtagot. És hát szegény Rudas Feri bátyánk most halt meg, 94. éves volt, őtől lekezdődően Szűcs, Rákos, és akkor most el se kezdem, Júcia, Juhász, Szőke, el se kezdem sorolni, mert megsértődnek, akiket kihagyok. Hát olyan nagyságok csak a futballban, és aztán vehetjük a többi sportágat, amiben a Fradi akár olimpiáig is eljutott, még Hesz Misa is, aki hál' Istennek él még, ugye ő is olimpiai bajnok, kajakos. Alig van olyan sportág, ahol a Fradi ne nyert volna. No, hát az a helyzet, hogy akkor lesz teendő díszpolgári címek odaadásában sportvonalon a következő években is. Ugye Magyar Zoltán előbb lett a nemzet sportolója, mint a kerület díszpolgára. Ez hogy történik önöknél? Tehát, hogy hogyan került most sor rá? Ki javasolta, és hogy kik voltak, volt-e az, hogy most úgymond riválisok a címért? A rendeletünkben különböző esetek vannak, frakciótagok, 100 ferencvárosi polgár. Tehát 5 vagy 6 sorba lehet, hogy ki mindenki, és végül a képviseletestület dönti el, hogy ki legyen. És hát ugye Ferencvárosi Szent Háromság, ezt így engedik az egyházak is mondani, az a városépítés, ugye a városfejlesztés, a kultúra és a Fradi. És a Fradi, a sport. Most ebből a hármasból mindig olyan nevek kerülnek elő, hogy nagyon nehéz a választás. Egyébként ő a hányadik nagy sportoló, aki díszpolgár lett a Fradinál, Ferencvárosban? Hát Flóri bácsi volt szegény a halála előtt pont 6 héttel, Albert Flórián, és annak előtte sportoló, hát most nem nagyon jut eszembe, mondjuk jó sokáig a sport nem volt kiemelt az önkormányzat életébe, 2010 óta ez megváltozott. Mivel jár Ferencvárosban a főhajtáson és a gratuláción kívül a díszpolgári cím? Hát némi pénzzel is jár, elmondható, hiszen nyilvános a dolog 400.000 forinttal, de leginkább a presztízs értéke az, ami fontos lehet, hiszen Latinovics Zoltán posztumusz kapta, Czvak Péter posztumusz kapta, tehát azok, akik, hát hogy a rendeletben is írjuk, többet vagy nagyon sokat tettek Ferencváros hírnevének öregbítésért. A Fradi az mindig első számú esélyes, hiszen 117 éve kapta, vagy választotta a város nevét, és aztán azóta a sikerekből mi is részesülünk, hiszen Ferencváros, a Ferencváros, ez teljesen egybecseng, úgyhogy nehéz. Jó Ferencváros polgármesternek lenni, mert a múltkor a Paks elleni meccs után is egyből én voltam az első, akinek felajánlották, hogy mondjak már lehet, most már itt a... Ja, de Tomasz Dolt senki nem találja meg, de a polgármestert már el akarják küldeni. Mindenért a polgármester felelős, de ez természetesen egyébként más kerületekben is így van. A Fradival ilyen szempontból mondhatnánk azt, hogy nincs akkora szerencsém. A város szlogenje is lehetett volna az, hogy Ferencváros az első, hiszen mi mindenben első volt Ferencváros, maga a város. De hát éppen a sport miatt nem lehet, mert ha éppen nem első a Fradi bármiben, akkor megjön majd lehet ízetlenkedni, így van. Na most, de akkor például önnek mindig zöldingben kell járni, nem? Dehogy is nem, ez most csak a város színe is zöld. Azért mondom. Na most van itt egy másik díj, amit már itt említettem, egy Pro Urbe díj, és ezt úgy általában, ha jól értettem, úgy általában a Ferencváros labdarúgó csapata kapta a múltjával, a tradíciójával, meg ugye a tavalyi bajnoki címmel együtt. Ez a mindenkori csapatnak a díja? Ez jó kérdés. Szerintem is, és nem. Sokkal inkább a mostani teljesítménye, hiszen
12 év után újra bajnok lett, nem akármilyen teljesítménnyel, ez jó lenne, hogyha sokszor ismétlődne, nem lennének Matyó hímzések a 30. bajnoki cím felé vezető úton. Amikor az ellenfél edzője énekel a táborral együtt, igaz? Hát Pinyő, igen, mondhatjuk így talán kellő bátorsággal is. Szerénységgel elénekelte a Fradi himnuszt, mindenki másod értékelte az eseményt. Minden esetre az lenyűgöző statisztikák. Hát ugye az adható 9 díjból 7-et Fradi játékos nyert. Nem volt, amit ne nyert volna meg kupa, bajnokság, hát így a szuperkupa is, és hát ez a 7 cím, ez önmagáért beszél. Nem nagyon lehetett mást választani. Miközben a női kézilabdások is kaptak már hasonló díjat, mikor harmadszor nyerték a keket, tehát vannak teljesítmények. Reméljük a vízilabda hoki. Azt akarom mondani, hogy most ha pásztázzuk a jövőt, akkor a vízilabdának lehetnek komoly esélye következni. Vízilabda hoki, az 5 éve újra alakult kajakosoknál, a saját nevelésű játékosok 5 év alatt olimpiai reménységé váltak, nyerik sorba az ifjúsági korosztályba a világbajnokságokat, tehát van a Fradiban spiritus. A tokiói olimpián már több olimpiai pont lesz, és a Budapesten reméljük, hogy ugye itt lesz, ott meg már teljes bizonyossággal lehet állítani. Polgármester úr, kötelezően ott van egyébként a fradi futballmeccseken? Hát nem feltétlenül, mert a albánok elleni kiesés után bojkottáltam jó néhány meccset, így büntettem magamat, mondjuk így. De azért igyekszem kint lenni, hiszen a grupamába kimenni az egy társadalmi esemény. Sajnos azt kell mondani, hogy független attól, hogy jól játszik a Fradi vagy sem. Még egyszer, a Fradi család, a velük való beszélgetés, Fenyvesi Máté Tüske bácsitól kezdve, csak újra nevek jutnak eszembe velük, és hát nagyon sok más csapat beljárt, Dunai Anti rendszeres látogató, tehát újpestiek, kispestiek mind ott vannak. A Fradi család az kiterjeszti a szárnyát, és befogad mindenkit. Hányos a bérlet száma? Hú, az jó kérdés. Az jó kérdés, azt most nem tudom megmondani, megjegyezhettem volna. Csak azért kérdem, mert hogy ugye az újpesti kolléga is nagy foci ultra, Winter Montel Zsolt, az ugye mindig a szurkolókkal együtt követi a csapatot mindenhol, presztist is csinál belőle, hogy ne a vipájba üljön, hanem mindenhol meneteljen együtt a szurkolókkal. Tehát akkor a polgármester úr meg úgy áll hozzá, hogy vannak olyan helyzetek, amikor haragszik a csapatra, és akkor megbünteti magát. Hogyne, igen. Hogyne, hát mikor azt láttam, hogy szegény Lórencsics jobb hátvédet játszik, ez csak azért merem kritizálni, mert a parlamenti foci csapatban ott próbálkozom a futballal, akkor úgy elkeseredem, hogy biztos, hogy jó választása. Nyilván a kényszer hatása, de látszott is, hogy nem odavaló szegény, és akkor azt ugye az ember nem veszi jó néven, hogyha ugye hogy a teniszben egy ki nem kényszerített hiba, valószínűleg, hogy elkerülhető hibák vannak. Van magyarázata az őszi hullámzásra? Hát én az albán meccset azt mindenképpen ide sem. Az egy nagy törés volt lelkileg is, meg egyáltalán is. Tehát előbb három nemzetközi szerepléstől esett el a Fradi, ami anyagi veszteség is, de hát főleg erkölcsi veszteség, hiszen azt várjuk, hogy a Fradi újra kint lesz a nemzetközi porondon, és ott is megmutatja azt a különleges játékát, amit, hogyha jól játszik, azt csak ő tudja. Ez Thomas Dollal menni fog? Hát megint csak te, de... Tehát, hogy türelmes a polgármester szurkoló? Edző kérdésben. Hát még igen, de már nem kivézett. A vége felé jár a türelem. Igen, vége felé jár, így van, igen. Egyébként van a felmérésük arról, hogy a kerület lakossága egyben mennyire fradi érzelmű, tehát hogy a lakosság hány százalékát érdekli a kerületel összefonódott és egy nevet viselő klub valamilyen sporták szempontjából? A konkrét felmérés nincs, de ahogy országosan igaz az, hogy a Fradinak több szurkolója van, mint az összes többinek együttvéve, ez Ferencvárosban is, sőt itt valószínűleg az arány még nagyobb, és főleg akkor lehet többet hallani a Fradiról, amikor saját nevelésű játékosok, magyar játékosok, ezeket direkt merem mondani, valószínűleg jót tenne a magyar focinak is egy ötös szabály, mondjuk, hogy legalább 6 játékosnak saját, vagy legalább magyarnak kellene lenni, de hát ezek már messzebbre mutató célok, hiszen hogyha megnézzük a lelkes vidéki csapatokat, azt talán a haladás jár az élen, de a Paks is
jó szokott ebben szerepelni. Nem feltétlenül baj az, hogyha a csapatban kevesebb az idegen légiós. A végére értünk, egy utolsó utáni kérdés, csak nagyon gyorsan annyit, mert ugye vannak ugye tervek meg adósságok, és itt most ilyen sportfejlesztésekről beszélek. A kerületben történhet, van egy fájó hiány, mikor lesz jégkorongcsarnok? Szerintem az a Fradi városban lesz az a jégkorongcsarnok, ami már nem közvetlenül Ferencváros, igen, de hát a Kőbánya Népligetben, előtte már szerintem nem lesz nálunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.